időszámításunk előtt 30. augusztus 12-e. Octavianus, a római hadsereg vezére, ezen a napon a történelem egyik legnagyobb hadműveletét hajtotta végre. Meghódította Egyiptomot, és foglyul ejtette a birodalom utolsó uralkodóját, Kleopátrát. A királynő saját mauzóleumában raboskodott. Szerelme Marcus Antonius meghalt, és a dicső múltú 3000 éves egyiptomi birodalom a bukás szélére került. Kleopátra tragikus választás előtt állt. Vagy hagyja, hogy a gyűlölt ellenség megalázza őt, vagy pedig kezébe veszi sorsát, és önkezével vet véget az életének. A történelmi források tanúsága szerint a királynő a dicső halált választotta, és egy mérges kígyó segítségével öngyilkosságot követett el. Úgy vélem, Kleopátra halála életének legcsodálatosabb pillanata volt. Micsoda fantasztikus végszó. Vajon tényleg igaz a Kleopátra haláláról szóló történet? Amerika egyik legnevesebb bűnügyi szakértője, Pat Brown nyomozni kezdett. Egy olyan történetről van szó, amelyet 2000 év óta igaznak gondolunk, de Pat Brown arra gyanakszik, hogy tévedtünk. Gyilkossági ügyekben járatos lévén észrevettem valamit a helyszínen, amit furcsának találtam. Valami nem stimmelt a leírással kapcsolatban. Persze nem vagyok biztos benne, de gyanakszom. Brown már egy évtizede üldözi Amerika legveszélyesebb bűnözőit. Például a washingtoni orvlövész lefülelésében is óriási szerepe volt. Nagyon nehéz dolga van az embernek, ha úgymond már kihűlt a nyom. Szép kis munka vár rám, de nem lehetetlen. Úgy érzem, meg tudok birkózni vele. Brown most egy nagyon régi bűncselekmény felderítésére szeretné a szaktudását felhasználni. A nyomozás során olyan elképesztő dolgokra bukkant, mint például összeesküvés, intrika és vérfertőzés, sőt, a gyilkosság sem kizárt. Kleopátra rejtélyes halála. Egy olyan városban fogott hozzá a nyomozáshoz, ahonnan a fáraó 2000 évvel ezelőtt a hatalmas birodalmat kormányozta. Alexandria volt az első állomás. Egy gyilkossági ügyben az a legelső dolog, hogy megnézzük a helyszínt, mert ha ezt elmulasztjuk, nem tudjuk, mivel állunk szemben. Kleopátra egykor egy lélegzet elállítóan szép városban élt. A híres korabeli épületeket és a királyi palotákat már réges-régen elmosta a tenger. Gyakorlatilag semmi sem maradt meg abból az időből. A szépséges és hamar elmúló királynő alakja a régmúlt idők csodálatos épületeinek árnyékában nyugszik. Halálát követően szépség ideálként született újjá. A világ számos nagy művészét ejtette rabul a fáraó vélt és valóságos szépsége. Kleopátra nem csak egy nő volt a sok közül, mert egy királynőről van szó. Egyiptom uralkodójáról, és tudjuk, hogy Egyiptom a világ egyik legcsodálatosabb, egzotikus és távoli országa. A történelem során a királynő nagyon sok művészt megigézett, és képzeletük nyomán egy másik fáraó alakja bontakozik ki előttünk. Pat Brown először is vizsgálat alá veszi a történelmi tényeket. Megpróbál kiigazodni a tények és a fikció világában, hogy kideríthesse az igazságot Kleopátra öngyilkosságával kapcsolatban. Az alexandriai könyvtárban olyan dokumentum után kutat, amely első kézből adna információt ezzel kapcsolatban. Az emberi tudás egyik legnagyobb és leghíresebb tárháza, az alexandriai könyvtár még Kleopátra uralkodása idején megsemmisült. A nyomozó Mostafa el-Abbadi professzorral a téma egyik hírneves szakértőjével beszélget. A tudós Brown számára meglepetést tartogat, mert elárulta, hogy nincs olyan dokumentum, amely első kézből adna számot a fáraó haláláról. Milyen tényleges forrást ismerünk, amely említi Kleopátrát?
Lényegében csak másodlagos forrásaink vannak. Még a legrégibb dokumentumok sem korabeliek. Értem. Plutarkosz és Dio Cassius római történészek feljegyzéseit tartják a legpontosabbnak, bár ezek is egy évszázaddal Kleopátra halála után születtek. Mindkét történész véleménye megegyezik abban, hogy a királynőt saját mauzóleumában tartották fogva. Plutarkosz szerint... Amikor benyitottak, az aranyköntösbe öltözött királynő holtan hevert a pamlagon. Brown alaposabban áttanulmányozta a szövegeket, és felfedezett néhány ellentmondást. Plutarkosz úgy interpretálja az eseményt, hogy egy kosár fügében csempészték be hozzá a mérges kígyót. Cassius pedig egy korsóról beszél. Azután mind a ketten megemlítik a méreg lehetőségét is, amit sohasem vettek komolyan. Olyan sok itt az ellentmondás, hogy most már végképp nem tudom, hogyan történt. Plutarkhosz nagy mesemondó hírében állt. Elképzelhetőnek tartja, hogy most is költői túlzásokba bocsátkozott? Ahogy, nagyon is. Az az igazság, hogy valójában senki sem tudja. Az az igazság, hogy valójában senki sem tudja. Nincs biztos támpontunk, és kevés lehetőségünk van kideríteni, hogyan halt meg. Ezek szerint a 2000 éves történet nagyon is ingatag lábakon állt. Valójában nem tudjuk, mi történt. Vissza kell mennem a bűncselekmény helyszínére, és ott majd megpróbálok minden lehetséges nyomot megvizsgálni, hát ha okosabbak leszünk. Miközben a nyomozó Alexandria romjai között keresgél, fontolgatni kezdi az egyéb lehetőségeket is. Ha a korabeli források pontatlanok a halálokát illetően, akkor úgy vélte, hogy a kérdést egy másik szemszögből kell megvilágítani. Úgy döntött, hogy törvényszéki eljárást fog lefolytatni az ügyben. A nyomozás eredménye feltehetően megkérdőjelezi majd a 2000 éves történet igazságtartalmát. Egyiptom utolsó fáraójának, Kleopátrának az élete tragikus véget ért, mert öngyilkosságot követett el. Azonban Pat Brown kriminológus azt gyanítja, hogy a történelmi hagyomány, amely a halálát kígyómarásnak tulajdonítja, nem egészen helytálló. A nyomozás következő fázisában eljutott a bűncselekmény helyszínére. Az ókori Alexandriába utazott, amely most már teljesen víz alá került. 300 évvel a királynő halála után a tenger teljesen elmosta a királyi palotát. Egyiptom egyik legfantasztikusabb régészeti nevezetességéről van szó. Pet egy olyan város nyomait kutatja, amely már évszázadokkal ezelőtt a tenger áldozatává lett. Nem merném állítani, hogy a helyszín még érintetlen, csak szeretném, ha lenne valami elképzelésem róla. Valahol itt terülnek el a tenger mélyén Kleopátra palotájának maradványai, és a mauzóleum is, ahol végül a halálát lelte. Nem sok maradt meg belőle, ráadásul a mauzóleum sohasem került elő. Az biztos, hogy pontosabb képre van szükség arról a helyről, ahol a fáraó meghalt. Tehát egy olyan szakemberhez fordult segítségért, aki már régóta kutatja ezt a helyszínt. Jean-Yves Emperor, mélytengeri régész fogja segíteni a munkáját. Itt húzódik a partvonal, de nagyon eltér attól, ahogy a régi térképeken láthatjuk. Alexandria partvidéke vajmi kevéssé hasonlít a korabeli állapotra. Emperor abban tud segíteni, hogy megmutatja a palota helyét. Leírást ad róla építészeti szempontból, sőt, mi több, azonosítani tudja a tragédia helyszínét, a mauzóleumot. Tehát itt volt a palota, és ott a mauzóleum.
Könnyedén megközelíthette mind a kettőt. Igen, persze. Emperor bizonyítékainak felhasználásával rekonstruálni tudják az egykori helyszínt. A korabeli térképek információit összevetik a modern, mélytengeri kutatás szolgáltatta adatokkal, majd számítógépes szakemberek grafikusan megjelenítik ezeket. A mérnökök egy háromdimenziós építészeti alaprajzot készítenek a palotáról és a mauzóleumról is. Amíg az ábra készült, Pedro minden figyelmét az áldozatra összpontosította. A nyomozás következő szakaszában saját szaktudására lesz szükség, hiszen tudjuk, hogy Pet neves kriminológus. Az emberek egy bűncselekmény elkövetésénél sem tesznek olyasmit, ami eltér a személyiségüktől. Azt szeretnék kideríteni, hogy Kleopátra jelleme mennyiben hasonlított egy öngyilkosságra hajlamos ember jellemére. Az emberek általában azért követnek el öngyilkosságot, mert nem bírják elviselni az életet. Olyan mérhetetlen a fájdalmuk, hogy nem képesek tovább tolerálni. Vagy azt remélik, hogy a halál meghozza számukra mindazt, ami az életben elérhetetlennek bizonyul. Az a kérdés, hogy Kleopátra jelleme beleillik ebbe a képbe. Bár a tudósok még nincsenek azonos nevezőn Kleopátra öngyilkosságát illetően, a legtöbb szakember egyetért abban, hogy a fáraó életében különleges események játszottak le. Kleopátra időszámításunk előtt 69-ben született, egy macedóniai királyi család a Ptolemaiosz dinasztia leszármazottjaként. Ez a család több mint 300 évig uralkodott Egyiptomban. A királyi nemzetség mesés gazdagságnak örvendett, és akkoriban zajlott a történelem egyik legnagyobb intellektuális forradalma. Kleopátra a Ptolemaiosz dinasztia egyik legműveltebb és legnagyobb tudású leszármazottja volt. Kleopátra testvéreivel együtt kiváló neveltetésben részesült. Már gyerekkorában elsajátított 7 nyelvet. Brown a vizsgálódás során egy váratlan tényre bukkant. A gyermek Kleopátrának tudomása lehetett a királyi család sötétebb ügyeiről is. Például a vérfertőzés tényéről, mivel apja és anyja testvérek voltak. Volt még valami, amiről nem szívesen beszéltek. Mégpedig egy gyilkosságról. Ha azt mondjuk, hogy a Ptolemaiosz dinasztiában előfordultak rendellenes dolgok, akkor enyhén fogalmaztunk. Az egyiptomi uralkodó családok legfurcsábbikáról van szó, ahol gyilkosság, vérfertőzés és korrupció is színesíti a róluk alkotott képet. Kleopátra volt a dinasztia utolsó tagja. Pet számára lassan kibontakozik a kép. Kleopátrának meg kellett küzdeni az életben maradásért. Vajon öngyilkosságról vagy gyilkosságról lehetett szó? Kleopátra sok mindent megtanult a családi körben. Például rájött, ha valaki nem kívánatos, akkor hamar eltűnik a színről. Királynő akart lenni, tehát el kellett sajátítania a megfelelő viselkedési formákat, hogy idővel nagy uralkodó lehessen. Brown egy nagyon lényeges dologra is rávilágított. A Ptolemaiosz dinasztia tagjai közül senki sem vetett véget önkezével az életének. Bár öngyilkosságot senki sem követett el, de kevesen haltak meg ágyban párnák közt. A családban nincs nyoma öngyilkosságnak, tehát nem örökölhette az erre való hajlamot. 18 éves korában lépett trónra, és ezzel egyidejűleg feleségül ment jóval fiatalabb öccséhez. Amikor a fiú részt kért volna a hatalomból, gyorsan elhallgattatták. Többi testvérére is hasonló sors várt. Kleopátra félt egy esetleges merénylettől, és Rómánál keresett védelmet. Julius Cézár szeretője lett, és a kapcsolatból egy fiú gyermek is született. Amikor Cézárt meggyilkolták, új szövetséges után kellett néznie, tehát elcsábította a császár vetélytársát, Marcus Antonius. Később együtt próbálták meguralni a római birodalmat, de ez sikertelennek bizonyult. Egy olyan kép bontakozik ki a királynőről, amely azt sugallja, hogy a harcot nem egy könnyen adta fel.
Az egyik legfontosabb dolog, ami egyértelmű lett számomra, hogy soha nem törődött bele a vereségbe. Nem adta fel a harcot. Sehogyan sem illik a képbe, hogy öngyilkos lett volna. A következő lépés az volt, hogy a nyomozó összevetette Kleopátra jellemrajzát a helyszínről készült háromdimenziós modellel. A program segítségével megelevenítette a halála körülményeit. Az ókori Alexandriát láthatjuk. Történelmi források és régészeti kutatások alapján összeállt a pontos kép a palota és a mauzóleum elhelyezkedéséről. Megállapítottam, hogy nem követhetett el öngyilkosságot, és most már csak be kell bizonyítanom. Két hosszú évezreden át az alábbi történetet ismerte a világ. Plutarkosz művében a következő kép írta le az események menetét. Kleopátrát saját mauzóleumában tartották fogva. A szigorú őrizet ellenére sikerült becsempészni egy kígyót. A királynő levélben értesíti fogvatartóját, Octavianust, a tervezett öngyilkosságról, aki a palotában rendezkedett be. Ezután magára zárja az ajtót. A kígyó először a királynőt marja meg, majd a két szolgáló lány következik. Amikor rájuk nyitják az ajtót, addigra Kleopátra már meghalt, és a két szolgáló lány haldoklik. A királynő karján két apró lyukat fedeztek fel. Amikor felidéztem magamban a helyszínt, elképzeltem, ahogy a három nő azon fáradozik, hogy megmarja őket a kígyó. Az volt a furcsa, hogy a két szolgáló is kiteszi magát a veszélynek azok után, hogy látták, ahogy úrnőjük összeesik. Nagyon kevés az esélye annak, hogy a látványt követően ne menekültek volna el, hiszen az emberek ösztönösen írtóznak a kígyóktól. Brown megpróbált utána járni, hogy mennyi igazságtartalom rejlik ebben a történetben. Kairóba utazott, hogy egy mérgekben jártas szakember véleményét kérje ki. David Worrell professzor, a kriminológust, Kairó egyik kevéssé ismert negyedébe, Arusába kalauzolta, az úgynevezett kígyófaluba. Itt megismerkedik az első számú gyanúsítottal. Kihez van szerencsém? Ez itt a hírhet szaharai szarvas vipera. Milyen helyes fickó? Jól ismerték őt a fáraók korában is. A mérge halálos. Akkor nem megyek túl közel. Nagyon lassan hat a méreganyag. Mennyi idő múlva hal meg az, akit megmar? Napokba, sőt, hetekbe is beletelhet. Ezek szerint nem valószínű, hogy ő lett volna a felelős Kleopátra haláláért. Bár nagyon sok forrás a szarvas viperát nevezi meg, én ezt teljességgel elutasítom. Ez szerintem lehetetlen. Íme a mi jelöltünk. Ő az első számú gyanúsított. A kobra. Egyiptom legnagyobb mérges kígyója. Hatalmas méretű állat, és igen erős a mérge. Úgynevezett neurotoxint bocsát ki magából. Az pontosan mi? Az egy idegméreg, melynek hatására az áldozat megbénul. Először megbénult volna a királynő szemizomzata. Azután erre a sorsra jutott volna a mellkasi és hasi izomzat, míg végül az áldozat megfulladulna. Egy ilyen támadásnak szinte alig maradt volna nyoma a testén. Meglátszik a kígyó marás helye. Egyértelmű nyomokat láthatnánk. Igen, bár a sebek elég aprók, még ha nagyobb kígyóról is van szó. Ez megegyezik a források által említett tűszugrásnyi nyommal. A professzor hozzátette, hogy a méreganyag elegendő akár három ember életének kioltására is. Az itt látható méregnek csak egy töredéke az, ami egy harapás során bejut a szervezetbe. Igen, minden harapásnál csak néhány csepp kerül a véráramba. Ez nagyon sok méreg. De minden jel arra utal, hogyha egymás után többször is belemar valakibe, akkor már halálos adagról van szó.
Első hallásra úgy tűnik, hogy a professzor bizonyítékai alátámasztják a kígyómarás elméletét. De néhány nappal később Brown egy nagyon lényeges szempontra lesz figyelmes, amikor a grafikát tanulmányozza. Kleopátra mauzóleuma nagyon közel volt a palotához, amelyet akkor már Octavianus foglalt el. A két épület csak néhány száz méterre állt egymástól. Nagyon közel voltak. Az őr néhány perc alatt eljuthatott Kleopátra üzenetével Octavianushoz. És csak néhány perc kellett ahhoz, hogy visszaérjen, mikor is a források szerint a királynő már halott volt. Pat Brown szeretné pontosan megtudni, hogy egy kobra mérge mennyi idő alatt hat. Tudomásom szerint 2 óra volt a legrövidebb idő, de olvastam ennél gyorsabb lefolyású esetről is. Van, aki 15-20 percet említ, de sokkal valószínűbb, hogy a haláltusa órákig is eltarthatott. A leírás szerint a szolgálólányok másodpercekkel az őrök megérkezése után belehaltak a kígyómarásba, ami azt jelenti, hogy a méreg mind a három esetben igen rövid idő alatt okozott halált. Ha Kleopátra valóban üzent volna Octavianusnak, akkor nagyon gyorsan vissza kellett érnie a küldöncnek, vagyis még életben találta volna. Még valami nem stimmelt ezzel az elmélettel kapcsolatban, mert kiderült, hogy a kobra nem minden harapáskor bocsát ki mérget. Tegyük fel, hogy valakibe belemar a kígyó, és a foga átszúrja a bőrfelületet. Ilyenkor is csak 50%-ban fordul elő, hogy harapáskor kiengedi a mérget. Tehát nagyon kevés az esélye annak, hogy a kígyó mindhárom áldozattal végzett volna. Nagyon valószínűtlen, hogy egy olyan okos és intelligens nő, mint Kleopátra, megelégedett volna a kígyóméreg bizonytalannak mondható hatékonyságával egy ilyen súlyos döntés esetében. Tovább vizsgálódva Pat Brown még valami érdekeset tapasztal a virtuális helyszínen, ami ellentmond a kígyómarás elméletének. Plutarkos szerint semmiféle kígyó nem volt a mauzóleumban. Maga a kígyó sohasem került elő. Egy öngyilkossági esetben két dolgot talál az ember a helyszínen. Az áldozatot és a halált okozó tárgyat vagy egyebet, mivel a halott ember nem tudja eltüntetni a gyilkos eszközt. Kleopátra és a két lány öngyilkosságot követtek el, de hová tűnt a vesztüket okozó kígyó? Úgy tűnik, hogy az eddigi nyomozás megkérdőjelezi az eredeti változat valóságtartalmát. Mi az oka annak, hogy a történészek egész sora készpénznek vette ezt az elméletet? Egy csodálatosan szép templom falán megtalálhatjuk rá a magyarázatot, amely ezután teljesen új irányba terelheti a nyomozást. Pat Brown egyre inkább kétségbe vonja annak az elméletnek a jogosságát, amely szerint Kleopátra öngyilkosságot követett volna el. De mielőtt véglegesen elvetné a 2000 éves teóriát, megpróbál magyarázatot találni arra, hogy miért ez a változat terjedt el. Egyiptom déli részébe igyekszik, ahol talán magyarázatot talál a kígyómarásról szóló legendára. Az impozáns Philéi templomot, amelyet Kleopátra családja építetett, ma már teljesen körbeveszi a víz. Said Gohari professzor fogja elmagyarázni a templomhoz kapcsolódó legendát, és megismertet bennünket Ízisz, a védőisten mítoszával. Az istennő alakja mindenhol felbukkan. Az egyiptomi hitvilágban Ízisz istennő az ősanyát szimbolizálja. Gohari professzor egy olyan képet mutat, amelyen Kleopátra, az istennő és a kígyó alakja összefonódik. Vessen egy pillantást erre a domborműre, amelyen középen láthatjuk Ízisz istennő alakját, amint vízzel és terméssel ajándékozza meg Egyiptomot. A kígyó alakja védelmezően körbefonja őket. Látja a kígyó fejét? Igen,
Ez a szimbólumrendszer jól megvilágítja, milyen kapcsolat volt a kígyó, Kleopátra és Ízisz istennő között. Ed Brown arra a következtetésre jutott, hogy a történelmi tényként kezelt kígyómarás feltehetően egy legendán alapszik. Amikor Kleopátra Egyiptom fáraójaként lépett fel, akkor nem csak egyszerűen ő lett a királynő, hanem az egyiptomi nép Ízisz istennő földi reinkarnációját látta benne. Ízisz istennő jelképe pedig nem volt más, mint a kobra. Ez a kígyó ölelte körül a királynő fejdíszét, és egyúttal a hatalom jelképe is lett. Trónra lépése pillanatától kezdve Kleopátra alakja összefonódott a kígyóval. Logikusnak tűnik, hogy párhuzamot vonjunk a királynő hatalmának jelképe és a halála okozója között. A kobra rendkívül veszélyes állat. Egyrészt Egyiptom védelmezőjét tisztelhetjük benne, másrészt felfoghatjuk úgy, hogy ugyanez az állat okozta a vesztét is. Ed Brown megítélése szerint a 2000 éves magyarázat jobban hasonlít egy legendához, mint a történelmi tényszerűséghez. De ha Kleopátra nem követett el öngyilkosságot, akkor hogyan halt meg? A nyomozó most a másik öngyilkossági elmélet igazolására fordította a figyelmét. Plutarkhosz felvázolt egy másik lehetséges magyarázatot Kleopátra halálára vonatkozóan, amely szerint méreggel követett el öngyilkosságot. Azt is leírja, hogyan történhetett. Egy üreges fésűben tartotta a mérget, amelyet a hajában rejtett el. Ed Brown újra Worrell professzorhoz fordult segítségért, hogy alátámassza a mérgezés elméletét. A professzor azonosítani tudja a Kleopátra idejében használatos mérgeket. Ellátogattak a kairói piacra, ahol még most is hozzá lehet jutni ezekhez az anyagokhoz. Rendkívül érdekes, hogy az emberek abban az időben nagyon sokféle mérget ismertek, és a hatásmechanizmusuk sem volt ismeretlen előttük. Kleopátra nagyon művelt nő volt, és feltehetően sokat tudott ezekről a dolgokról is. Tapasztalt méregkeverő volt. Itt van például ez a mérgező növény, a bürök, amelynek ható anyaga a konin, amely a források szerint Szokratész halálát is okozta, mikor időszámításunk előtt 399-ben ki kellett innia a méregpoharat. Nagyon jól ismerték az ókorban. Az áldozatra lassú, bár nem túl gyötrelmes halál várt. De nagyon sok más lehetőség is volt. Itt van ebben az üvegben például az arzenikum. Ez a sárga arzenikum. Elég keménynek látszik. Halálos a mérge, és az áldozatra ráadásul igen gyötrelmes halál várt. Senkinek nem kívánnám. Önnek tehát az a véleménye, hogy a mi esetünkben a bürök lehet az első számú gyanúsított. A bürök nagyon elterjedt méreg volt az ókorban. A kriminológus egy új-zélandi méregkutatóközpontot keresett fel, hogy kérésére elemezzék a bürök hatóanyagát. Dr. Liu Shep a növény leveléből egy nagyon erős koncentrátumot készített, hogy meg lehessen állapítani, milyen mennyiségű méregre volt szükség ahhoz, hogy mind a három áldozat számára elegendő legyen. A fésűben körülbelül 2 milliliter méreg lehetett, és legalább 30 milliliter kellett volna saját magának, és további 60, hogy a szolgálókat is meg tudja mérgezni. Kevéssé valószínű, hogy a bürök lett volna a bűnös. Az is lehet, hogy másképpen jutott a méreganyaghoz. Ed Brown most szeretne megbizonyosodni arról, hogy az a néhány perc, amíg az őr visszatért a palotából a levél kézbesítése után, elegendő volt-e ahhoz, hogy Kleopátra belehajjon a mérgezésbe. Dr. Shep elemzése szerint ez teljességgel elképzelhetetlen. Tehát itt azt írja, hogy órák múlva áll csak be a halál. Ez túl sok idő, és a mérgezés nyomai a holttesten is láthatók lesznek. Szóval nem értem az egészet, nem tűnik logikusnak az öngyilkosság. Az igazán érdekes az, hogy az öngyilkosság ténye Kleopátra jellemrajzával sehogy sem fér össze. Többször is veszített az élete során, de soha nem gondolt ilyesmire. Vagyis nem az a típus volt, aki ha veszített, akkor az öngyilkosságot tekintette volna az egyetlen kiútnak. Ha igaz, hogy sem a kígyómarás, sem más méreg nem oltotta ki a királynő életét, akkor mi történt valójában?
Brown most már szinte bizonyos benne, hogy semmiféle öngyilkosság nem történt. Méghozzá azért, mert az a bizonyos búcsúlevél végképp valószínűtlenné teszi az egészet. A forrás szerint néhány perccel halála előtt Kleopátra egy búcsúlevélben értesítette fogvatartóját, Octavianus, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Ha valaki öngyilkosságra készül, nem csinál ilyesmit. Nem ír olyan búcsúlevelet, amit azután odaad valaki másnak. Ha születik is egy ilyen levél, akkor az öngyilkos jelölt valahol maga mellett teszi le. Ez a felfedezés más irányba tereli a nyomozást. Ha a feltételezése igaz, akkor gyilkosság történt. A következő lépés az, hogy megkeresse gyilkosát. Olyas valakit kell keresnem, akinek megvolt erre a lehetősége, a képessége és a megfelelő indítéka. Ha valóban gyilkosság történt, vajon ki követte el? Brown szerint csak egy potenciális gyanúsított van, Kleopátra foglyulejtője. Végül is csak egy embernek lehetett bejárása a bűncselekmény helyszínére. Octavianusra terelődött a gyanúm. Most már tehát Octavianus lett a rejtélyes gyilkosság elkövetésének első számú gyanúsítottja. Ahhoz, hogy meg tudja állapítani, vajon a diktátor jelleme megfelele egy gyilkosról alkotott jellemrajznak, úgymond az ő fejével kell gondolkodnia. Egy olyan ember fejével, aki meghódította Egyiptomot és le tudta győzni Kleopátrát. Octavianus Julius Caesar unokaöccse lett a nagy császár örököse. A valóságos hatalmon kívül azt is meghagyta neki a császár, hogy vessen véget a római köztársaságnak, és törjön egyeduralomra, vagyis legyen belőle erős kezű diktátor. Egyeduralomra tört. Minden létező hatalmat magához akart ragadni. Egy valaki állt az útjában, egy olyan férfi, aki szintén magának akart minden létező dicsőséget és hatalmat. Marcus Antonius volt a neve. Cézár halála után Marcus Antonius tartotta kezében a birodalom keleti részét, és Octavianus uralta a nyugati tartományokat. Antoniusnak pénzre volt szüksége álmavalóra váltásához, és Cézárhoz hasonlóan Kleopátrában találta meg szövetségesét. Octavianus rájött, hogyan győzheti le ellenlábosát, rágalom hadjáratot indított a szerelmes pár ellen. Úgy állította be Kleopátrához fűződő viszonyát, mintha Marcus Antonius a fáraó bábja lett volna, és a romlott nő személy gyengítené a férfi erejét. Octavianus nem támadhatta egyenesen Marcus Antoniust, ezért gyűlöletét Kleopátra ellen fordítja. Egy olyan mítosz teremt Kleopátra körül, amely megtestesíti mindazt, amit Róma megvett. Azt terjesztette, hogy szabályosan elcsábítja a férfiakat, a gyilkosságtól sem riad vissza, és valójában egy prostituált. A két férfi ellenségeskedése háborúba torkolt, amelynek során mindketten a Róma fölötti uralmat akarták megszerezni. Kleopátra ebben a sakkjátszmában, amit Octavianus nagyon gondosan kitervelt, csupán a gyalog szerepét játszotta. Amikor Octavianus hadat üzen, úgy döntött, hogy valójában Kleopátra ellen fog háborúzni, hiszen így azt a látszatot tudja kelteni, hogy a küzdelem egy idegen hatalom ellen folyik, nem pedig egy másik római hadvezér ellen. Megsemmisítő vereséget mért Marcus Antoniusra, aki öngyilkosságot követett el, amikor Octavianus bevonult Egyiptomba. Kleopátra pedig fogságba esett. Octavianus elnyerte a hatalmat, és Róma a lábai előtt hevert. Lassan kirajzolódik a kép a győztes férfiról. Remek sakkjátékos volt, apránként sikerült megfosztania a fáraót minden hatalmától, és amikor a végső megoldás ideje közelgett, akkor már ő maga is, úgymond a bűncselekmény helyszínének közelében tartózkodott. Alexandriába érkezett, közel volt a mauzóleumhoz. Most már ő irányította az események menetét. A korabeli források azonban azt írják, hogy Octavianus élve akarta elfogni Kleopátrát. Az volt a szándéka, hogy a királynőt a győzelmi felvonulás alkalmával mindenki előtt megszégyeníti. Szokás volt akkoriban, hogy a legyőzött ellenséges uralkodót végigvonszolják Róma utcáin.
Ha ez igaz, akkor nincs meg az indíték. Ted Brown Rómába utazott, hogy még jobban kiismerje Octavianus jellemét. Miután legyőztek Kleopátrát, egy új korszak legelső császára vált belőle. Egy hónappal a fényes győzelem után Augustusra változtatta a nevét. Rövid idő alatt naggyá tette Rómát, és a birodalom határait is kiterjesztette. Ted Brown szeretné látni a rég letűnt kor maradványait. Egy pompás látványt nyújtó templom romjai rejtőznek a forgalmas város utcái között, amelyet maga a császár építetett. Dr. Lori Ann Touchette, a régészettudományok professzora fogja megmutatni a templom romjait, amelyet Octavianus Mars, a háború istene tiszteletére emeltetett. Mars Isten templomának lépcsőin járunk. Ez a templom Mars, a bosszúálló tiszteletére épült. Ő is folytatta azt a nemes hagyományt, hogy a császárok az istenek leszármazottai, és a hatalmuk valójában isteni eredetű. Talán érdekes tudni, hogy megérkezése után nem sokkal gladiátor játékokat szervezett. A játékok kezdetekor megjelent egy üstökös az égbolton, és Octavianus elhitette a néppel, hogy az üstökös nem más, mint maga Cézár, aki valójában isteni magasságokba emelkedett. Innentől kezdve Isten fiának nevezte magát, latinul Sum filius Dei. De jó neki. Nem csak a Kleopátráról alkotott képet kellett megváltoztatnia, de saját hatalmát és tekintélyét is új megvilágításba kellett helyeznie. Vagyis? A győztes alakját kellett megrajzolnia. Nagyon valószínű, ha Antonius győzedelmeskedik, akkor Octavianusra egészen másképpen emlékeznénk. Octavianus emlékiratai példázzák legmarkásabban, hogy milyen emberrel állunk szemben. A következő címet adta a grandiózusra sikeredett önarcképnek. Az isteni Augustus nagyszerű tettei. Ez szolgálhatott Plutarchosz és Diocassius munkáinak alapjául. Nagyon is elképzelhető, hogy a két történész Augustus emlékirataira támaszkodva számolt be az eseményekről. Tehát úgymond az ő szemüvegén keresztül láthatjuk a valóságot. Vagyis lehet, hogy az öngyilkosság az ő verziója volt. Ha valóban Octavianus írása befolyásolta a Kleopátra haláláról szóló beszámolót, akkor az élve elfogás változata az általa terjesztett propaganda része lehetett. Amikor hozzáfogtam, hogy megvizsgáljam a problémakört, szemet szúrt egy különös dolog. Sokkal több minden szólt amellett, hogy a királynőt holtan lássa, mint hogy végigbonszolja Róma utcáin. Tudjuk, hogy a halott ellenség a legjobb ellenség. Ki tudja, mi történhetett volna, ha Kleopátra valóban végigvonul a város utcáin. Octavianus mérlegelte a lehetőségeket, és úgy döntött, hogy nem éri meg ez a cirkusz. Ott állt előtte a lehetőség, hiszen Kleopátra a foglya volt. Ráadásul az írásos történelmi beszámoló tartalmát is módosítani tudta. Vajon volt elegendő indítéka egy ilyen hidegvérű gyilkosság elkövetéséhez? Ok nélkül senki sem gyilkol. Ilyesmi csak úgy nem fordul elő. Még az úgynevezett indíték nélküli esetekben is van konkrét magyarázat. Legfeljebb nem értjük. Ted Brown megpróbálja megkeresni ezt az indítékot. Azt gyanítja, hogy Egyiptomban kell keresnie azt a bizonyítékot, amely azután rávilágít Octavianus bűnösségére. A kriminológus úgy véli, hogy Kleopátra halálának körülményeit illetően komoly kétségek támadtak. A kígyómarás verzióját valószínűtlennek találta. A mérgezés lehetőségét is kizárta. Úgy gondolja, hogy Kleopátrát meggyilkolták, és már szorul a hurok a potenciális gyilkos nyaka körül. Most megpróbálja megtalálni a perdöntő bizonyítékot, amely fellebbenti a fátylat a gyilkosságról. Ted Brown visszatért Egyiptomba, hogy felkeressen egy ősi templomot.
Azt reméli, hogy itt megtalálja a titokzatos rejtély hiányzó elemét. A denderai templomnál Gohari professzor várta őt. A bal oldalon láthatjuk Kleopátrát. Alsó és felső Egyiptom koronáját viseli a fején. Nézze csak meg, milyen magabiztosságot tükröz a tekintete. A reliefen ajándékokkal halmozza el a szerelem és a zeneistennőjét Hathort. Nézze csak, hogy mit tart a bal és a jobb kezében. Hathor isten két jelképét láthatjuk. Előtte pedig fia, Cezárion alakja látható, aki szintén a fején viseli alsó és felső Egyiptom koronáját. A kép azt sugallja, hogy Cezárion nem pusztán a fia, hanem Kleopátra uralkodótársa. És a nyomozás szempontjából ez nagyon lényeges. Úgy látjuk őt, mint Egyiptom majdani uralkodóját. Azt akarja elhitetni velünk, hogy gyermeke lesz egykor a világura. Végre megvan az indíték. Cezárion veszélyeztette Octavianus hatalmi törekvéseit, mivel Julius Cézár gyermeke volt, s mint ilyen jogot formálhatott a császári címre. Kleopátra társ uralkodónak nevezte ki fiát, hogy a megfelelő időben átvegye Cézár helyét. A gyermek komoly fenyegetést jelent Róma számára. Valójában az ifjú Cezárion jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen ő Julius Cézár édesgyermeke, és a császárnak más utódja nem született. Pedbran úgy véli, hogy Octavianus semmitől sem riadt vissza. Mindkettőjüket el akarta tenni láb alól. Ahogy elnézem ezt a képet, már látom Kleopátra, miért jelentett ekkora fenyegetést. Nem olyan nő volt, akit csak úgy lesöpörhetett, vagy félreállíthatott volna. A királynő azt akarta, hogy ő és a fia egy hatalmas világbirodalom urai legyenek. Így mindig is nagy veszélyt jelentett volna Octavianus számára. Cezárion sorsa megdöbbentő adalék az eddigi történethez. Néhány nappal azelőtt, hogy Octavianus elfoglalta Alexandriát, Kleopátra a 14 éves fiát Etiópia déli részébe küldte. A fáraó halála után Octavianus üldözőbe vette a fiút, és meggyilkoltatta. A források nem is nagyon említik Cezárion meggyilkolásának tényét, nem tartották fontosnak. Ez is a jól megszervezett propaganda részét képezte, amely arra utal, hogy az új császárnak hatalmában állt átírni a történelem megfelelő részeit. Végre összeállt a kép Kleopátra halálának körülményeit illetően. Pedbran a nyomozás során feltárt összes bizonyítékot összegezte, majd felvázolta Kleopátra halálának hihetőbb magyarázatát. Ez nem a történetírók véleménye, hanem az ő saját elképzelése. Kleopátrát, Egyiptom legutolsó fáraóját, az ostrom alatt álló Alexandriában tartják fogva, a saját mauzóleumában. A fáraó halálának estéjén Octavianus komoly döntés előtt állt. Meghagyhatja a királynő életét, és a legyőzött ellenséget végigvonszolhatja Róma utcáin. A másik lehetőség az volt, hogy megöleti, és így megszabadul a fenyegetettségtől. Az utóbbit szerette volna megvalósítani. Meggyőződésem, hogy a második lehetőséget választotta. Az embereivel végeztette el a piszkos munkát. Minden lépése titokban maradhatott, hiszen teljes egészében uralta a helyzetet, és úgy intézhette a dolgot, hogy öngyilkosságnak tűnjék. Meg akarta ölni, de nem akarta, hogy ráterelődjék a gyanú. Így később úgy tálalhatta az eseményt, hogy személye nem volt összefüggésbe hozható a bűnténnyel, hiszen ő maga ott sem volt. Tökéletes volt az alibi. Elképzelhető, hogy Bran koncepciója fedi a valóságot.
De vajon egy vezető szaktekintély, Nicole Dueck tüzetes vizsgálódása után is megállja majd a helyét? Pat Brown következtetései nagyon is figyelemre méltóak. Munkája nyomán nagyon sok hozzám hasonló tudós elgondolkodik majd a történteken. Miért is ne lehetne valóság alapja? Ezt a nőt nem is volt olyan könnyű dolog legyőzni. Mindig is előrefelé tekintett. Szerintem is másképpen lelte a halálát, mint ahogy eddig tudtuk. Pat Brown végre lezárhatja a Kleopátra dossziét. Kleopátra halála óta 2000 év telt el, de meggyőződésem, hogy gyilkosság áldozata lett, és a gyilkos személyét is azonosítottuk. Kleopátra 39 éves korában halt meg, egy dicsőséges civilizáció utolsó fáraójaként. Halálával véget ért Egyiptom 3000 éves hatalma. Octavianus Egyiptomot beolvasztotta a római birodalomba. Azonban könnyen elképzelhető, hogy végül is a legyőzött királynő nyerte meg a háborút. Paradox módon éppen Octavianus propagandája tette lehetővé egy legenda megszületését. A fáraó különös élettörténete és tragikus halála a legnagyobb művészeket ihlette meg. 2000 év elteltével a művészek keze nyomán Kleopátra alakja a történelem legmaradandóbb női szépség ideáljává formálódott. Narrátor Kovács Nóra. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.